Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, stúdiónkban pedig köszöntöm kis Norbert egyháztörténészt, akivel a karácsonyról és az azt megelőző adventi időszakról fogunk beszélgetni. Ugye mai fogyasztói társadalmunkban sok változáson ment már keresztül a karácsony és az azt megelőző időszak, ugye a szeretet ünnepeként apostrofáljuk, de mégis észrevehető azért, hogy a vallási Értelmezés is kezd visszatérni a vallási vonulat. Azonban érdemes letisztáznunk, hogy honnan is ered maga a karácsony, a, a dátum, ugye december 25-e, hogyan lett hozzákötve Jézus születéséhez, és hogy honnan is ered ez az egész. hogy lehet -e erről tudnunk konkrétumokat. Először én is szeretettel köszöntöm, kedves nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Itt karácsony időszakában valóban nagyon fontos, hogy említetted a vallási tartalomnak az újbóli megjelenése talán, vagy újbóli előtérbe helyezése. Itt az ünnep kapcsán talán érdemes egy kicsit beszélgetni arról, hogy nem csak egy napos ünnepről van szó, ha bár ugye legtöbben úgy gondolhatjuk, hogy karácsony 24-e szenteste, 25-e maga az ünnepkör. De ahogy látjuk, így a környezetünkben, a fogyasztói társadalomban, a mindennapokban talán szeretjük egy kicsit így az emberek szeretik megelőzni, és talán szeretik kicsit kitolni az ünnepnek az időtartamát. Ez nem ö, csak a mindennapokban, a fogyasztói világban van így, hanem az egyház is egy egyházi ünnepre lehetővé teszi a megelőző időszakban a készületet ahogy említetted, az adventnek az időszakával. Ugyanakkor karácsonykor, 25-én nem zárul le maga az ünnep, hanem van egy utó időszaka, ami egészen január 6-áig vízkereszt ünnepéig tart. Hogy hogyan is alakult ki maga az ünnepkör, egy hosszú történelmi folyamatnak az eredménye, itt akkor talán érdemes megnéznünk azt, hogy az egyházi év is a polgári időszakhoz, a polgári évhez hasonlóan egy ciklikus rendszerként épül föl. Ellentétben a polgári időszakkal nem január 1-ével kezdődik az új évnek az időszámítása, hanem pont a karácsonyra való készületnek az időszakával, advent vasárnapjával, első vasárnapjával. Régen talán ezt az időszakot szépen kifejezte a köznyelv is, ahogy húsvét esetén is van egy megelőző időszak, amit bőti időszaknak nevezünk, az advent is egy bőti időszak tartalmában, ezt régen kisböjtnek is nevezték. ennek is van egy jelképes formavilága hagyományokkal, amit még ma is őrzünk, amit ma is gyakorlunk, ez az adventi koszorúnak a, a családokban való ö, megjelenése a négy gyertyával különböző színekben, amely folyamatosan hétről hétre meggyújtva jelzi az ünnepnek a közelettét. Magának az időszaknak, az adventnek a neve is innen ered, Adventus Domini az úr Elérkezik karácsony ünnepe a Szentestével, 24-ével Krisztus születésével, és magával az ünnepel karácsony ünnepével itt a történelem során számos kérdés fölmerült, hogy mikor is születhetett Krisztus, erre a pontos dátumot, vagy a pontos napot nem tudjuk meghatározni. Ez gyakorlatilag szintén egy történelmi vetület, hogy éppen erre az időszakra lett helyezve. Ez 325-ben a Níceai zsinat egyik határozata volt, hogy kijelölte az ünnepeknek az időpontját, így többek között a karácsonynak az időpontját is. Maga ö, a készület után következik az ünnep, és ezt követően van még egy időszak, ami, ahogy beszéltük, említettük, január 6-áig vízkereszt ünnepéig tart. Ugye ezt is nagyon sokan ismerjük a dátumot, ha bár nem feltétlenül tudjuk, hogy miért pont január 6-a a, a karácsonyfa bontásnak az időszaka, de a legtöbb családban ekkor már lebontják a karácsonyfát, ezzel az ünnepnek a végéhez érkezett mementók is kifejezésre jutnak, de ennek is megvan a háttere, megvan a vallási és tényleg mondani való tartalma. Ami szintén általános vitatárgyát tudja képezni, szintén a készülődést, illetően, hogy mégis mikor állítsuk föl a karácsonyfát, ugyanis sokak már akár képesek novemberben, mert egyszerűen szeretik a látványát, szeretnének hamarabb átszellemülni, a karácsonyban is ezzel talán nincs is semmi probléma, csak lehet-e meghatározni egy olyan időpontot, amikor már uh, szabad, vagy illendő, vagy uh, elvárt már a karácsonyfa felállítása? Fel, uh, Nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy ezt uh, felhoztad. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy amikor elkezdődik már a készületnek az ideje, akkor a környezetünkben megjelennek egyből a karácsony ünnepének a külső szimbóluma is, többek között a karácsonyfa, vagy az ajándékoknak a megjelenése, a boltoknak, az üzleteknek a kirakataiban ezek a tárgyak, az ünnepnek a jelképei, szimbólumai már kihelyezésre kerülnek. Sokszor akár egy, egy másfél-két hónappal korábban, mint ahogy az ünnep maga elérkezne. Itt úgy gondolom, hogy fontos az, hogy az előkészületnek is vannak, így ahogy beszéltük az adventi koszorú kapcsán, különböző szimbólumai. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy, hogy az ünnep az egy kiemelt nap legyen a hétköznapok sorában, hogy valóban be tudja tölteni a szerepét. És hogyha az egyházi hagyományt, a népszokásokat megnézzük, akkor ennek az előkészületi időszaknak is vannak olyan sajátosságai, ami az előkészületet fogja kiemelni a hétköznapokból, de még ráhangoló jelleggel ö, veti, ö, vetíti előre a magát az ünnepet, és tényleg egy készület lehet. Így érdemes talán egy kicsit ö, akkor részletesebben megnéznünk az adventet, az adventi koszorút. Ugye így a ö, hétköznapokban négy gyertyával találkozhatunk különböző ö, vallási ö, egységekben, vallásokban, a görög-katolikus közösségnél ez egy kicsit kinyúlik. Ott egy 40 napos ö, megelőző időszak van, ott hat gyertyát gyújtanak. Vagy a Milánó környéki Ambrózián liturgiában szintén a hat gyertyával földíszített koszorú jellemző. Nálunk a négy hetes készület előzi meg a, a római katolikus vallásban az ünnepet négy gyertya, két színben, három lila és egy rózsaszín a klasszikus szín. A hit, remény és szeretet színei ö, fognak meg jelenni a lilában, és az öröm a rózsaszínben. Itt is érdemes egy sorrendet megnéznünk. Az első két vasárnap a két lila gyertya, és ezt követi majd az öröm színeként a rózsaszín, és negyedik gyertyaként újra egy lila kerül elő, ahogy egyre több gyertya ég, egyre jobban ö, hangsúlyozza azt, hogy a fény, ö, ahogy gyarapszik, a világba születő Isten fényként meg fog jelenni közöttünk. De ugyanilyen ö, előkészület lehet akár a pásztorjátéknak, vagy a betlehemezésnek a mm, szokása, népszokása, egyházi tartalommal való megjelenése, itt ugye az adventi koszorú mellett talán karácsonyra nagyon sokan állítunk még Betlehemet. Maga a Betlehem is a születés történetet próbálja meg bemutatni. Itt érdemes megemlítenünk azt a szokást, ami már az előző napokban, hetekben elkezdődik. Itt Szeged környékén is kisebb részeken, falvakban még felfedezhető, hogy a gyerekek pásztornak, illetve angyalnak beöltözve házról házra viszik a felépített Betlehemet, ahol a Szent Család megjelenik, és ezzel a karácsonynak az öröm hírét próbálják elvinni a családokhoz. Itt is fölépítik magát a Betlehemet, van egy készület, van egy külső formavilág, ami megjelenik. A templomokban is megjelenik maga a Betlehemezés, ezt általában már 24-én napközben szokták előadni, Sokszor a Betlehemesben résztvevő gyerekeket kiegészítik a kórussal, a kórustagokkal, az asszisztenciában résztvevőkkel, gyakorlatilag egy szép dramaturgizált előadás módja lesz a születés történetnek. És akkor van a karácsonyfának az állítása. Talán érdemes ezt egy kicsit így ö, ö, szemmel követnünk, hogy, ö, hogy valóban meglegyen a sorrendje annak, hogy hogyan készülünk az ünnepre és akkor a karácsonyfa így, így tényleg már az ünnepnek a központi gondolatát, a jelentőségét fogja tudni hangsúlyozni. Itt, itt tényleg adottak arra, a, vagy adottak a körülmények ahhoz, hogy, hogy ne akár két hónappal előre állítsunk föl egy karácsonyfát, és a karácsony így ne tudjon kiemelkedni nagyon sok esetben tényleg a hétköznapokból, hanem ezt az utat próbáljuk meg végigjárni, és használjuk azokat az eszközöket, ami rendelkezésünkre áll. Igen, hogy gyakran hallhatjuk a médiában is, hogy legyen minden nap ünnep, minden nap foglalkozunk ugyanúgy a családunkkal, bár ugye ezeket uh, gyakran, tehát ugye nem szabadna összekeverni, mert ugyanis nem arról szól csak a karácsony, hogy csak akkor kell foglalkoznunk a többiekkel, a családunkkal, hanem ugye akkor nyilván az kifejezetten ugyanúgy a szeretet ünnepe maradjon, és legalább az maradjon meg, hogy a mai rohanó társadalmunkban ugye uh, legalább ilyenkor uh, nézzünk magunkba, nézzünk a szeretteink felé, nyissunk a másik felé. Azonban visszatérve a betlehemi uh, szokásokhoz, hagyományokhoz. Úgy gondolom fontos megemlítenünk a, a kevesek, talán kevesek által ismert betlehemi láng hordozását, hogy ez milyen múltra tekint vissza és hogy miben is nyilvánul meg. A betlehemi láng talán most már ö, így, így, egyre többek számára ismert, ha bár tényleg nem annyira ismert, mint akár maga a betlehemezés, vagy az adventi a, a készítése, ahogy említetted, tényleg egy olyan szokás, ami, ami talán kevesebbek számára ismert. Itt egy régi hagyományról van szó, illetve egy régi ö, hagyomány alapításnak a, a éléséről. 11. századig nyúlik vissza magának a betlehemi lángnak a, közénk a családokba való elhozatala. 1096-ban második kormán pápa volt az, aki kérte, hogy a Szentföldről a lángot hozzák el Firenzébe, és a Firenzei katedrálisban elhelyezve a lángot, a családok haza tudják vinni az otthonaikba a lángot, meggyújtva a saját gyertyáikat, és ezzel a születendő Krisztusnak a fényét tudják elvinni otthonaikba. Sajnos ez a próbálkozás vagy kísérlet, ha bár létrejött ebben az időszakban, de nem vált hagyományá. Orbán pápa nem is láthatta a lángnak a megérkezését, a kornak a körülményei nem tették lehetővé, hogy még abban az évben megérkezzen a láng. Ez csak három évvel később, 1999-ben fog megérkezni Firenzébe. Hagyomány ekkor még nem születik belőle, nem is annyira régen, egy három évtizeddel ezelőtt uh, indult útjára a 80-as években, hogy uh, elhozzák újra a lángot Európába, Betlehemből, a Születés Bazilikájából és ma ö, a cserkész közösség az, aki ö, felkarolva ezt a kezdeményezést, a nagyobb központi székesegyházakba eljuttatja a betlehemi lángot, és így a központi templomokból kisebb plébániákra, kisebb templomokba eljutva tényleg mindenkihez el tud érni maga a láng. Egy nagyon szép hagyomány, én körülbelül egy tíz éve találkoztam ezzel a szokással, itt Szegeden is elérhető maga a láng. Haza lehet vinni a Székesegyházból, a domból. Érdemes is ö, hazavinnünk, mert egy, egy nagyon szép folyamat, hogy akár a család közösen egy kis mécsessel, mécses tartóval elsétál a, a fogadalmi templomba, leveszi a lángot, hazaviszi, őrzi a lángot, és, és tényleg egy küldetést visz haza, és próbálja az ünnepet így is egyfajta ö, útként bejárni, és elérkezni ennek a, az ünnepnek a lényegéhez. Viszont még manapság is veszünk át szokásokat, a karácsonyjal kapcsolatosan nem állt még meg a folyamat, ugye gondolok itt az angol száz területekre jellemző hagyományokra, éppenséggel. Mármint ugye az, hogy ők úgy gondolják a gyerekeknek, az, azt mondják a szülők, hogy a Mikulás hozza az ajándékot, nem pedig ugye, mint nálunk a Jézuska vagy az Angyalka. Ugye, mint ahogy a húsvéti Nyuszi is megjelent a húsvétba, a húsvét idején, így karácsonykor, meg egyre több táncoló Mikulással találkozhatunk a kirakatokban, hogy ez hogyan hathat így, a, a és hát, hogy, hogy miért, miért lehet ez, hogy ezek ugye így átkerülnek ide, akár Magyarországra is, és ezek hogyan befolyásolhatják esetleg így a karácsonyi ünnepkört. Igen, egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy az ajándékot kihozza. Az angol száz területeken ugye a Mikulás érkezik meg, szenteste. Itt nálunk, ahogy említetted, vagy a Jézuska, vagy az angyalka, elsősorban inkább az erdélyi részeken jellemző az angyalnak a megjelenése az ajándékozásban. Itt is talán érdemes még azt megemlíteni, hogy bizonyos régiókban, itt talán a spanyol területeken, ez egy kicsit későbbi időszakra tevődik át, ahol vízkeresztkor január 6-án a, a napkeleti bölcsek, vagy a három királyok fognak az ajándékkal megérkezni. Olaszországban is van egy önálló hagyománya, ahol egyfajta boszorkány a befána fogja meghozni szintén vízkeresztkor magát, az ajándékot. Nem tudom pontosan, hogy ezeken a részeken, ahol később kapnak ajándékot, ott, ott szenteste is kapnak el, kétszer van-e ajándékozás. Azonban érdemes megnézni azt, hogy ezek hogy alakultak ki. Talán itt a, itt a vízkeresztből tudunk jól kiindulni. Vízkereszt ünnepének a, a több ünnepe van gyakorlatilag. A nyugati... Egyházban vagy a nyugat-európai részeken inkább a napkeleti bölcseknek az ünnepeként maradt meg a hagyományban, míg a keleti részeken inkább Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepeként több ünnep összpontosul erre a napra. És így a napkeleti bölcseknél talán egy kicsit megérthető az ajándékozásnak a lényege is. A Szentírás beszámol arról, hogy megérkeznek a, a, a bölcsek és ajándékot hoznak. Ugye a három ismert ajándék az arany, a és a mérha. A Szentírás arról nem szól, hogy hogyan hívták a bölcseket, hányan voltak pontosan, itt később következtetnek a hármas számra az ajándékok száma miatt. Itt a három ajándék, az arany egyrészt utal arra, hogy Krisztus királyként születik, vagy királyként jön a világra. Itt a királyi mi voltát hangsúlyozza, a tömjén az isteni mi voltot, és a mérha pedig az emberi voltát hangsúlyozza. tehát egy nagyon erős teológiai gondolat és üzenet fogalmazódik meg benne. Az ajándékozás átkerült a, a hétköznapokba is. Ahogy a karácsony ö, megjelenik, karácsonyfát állítunk, Ugye a karácsonyfa állítás már egy német ö, alföldi, egy német régióból ö, származó hagyomány, a fenyőfának a behozatala az otthonokba. Ö, erről is vannak feljegyzések, hogy felteltően már a, a 16-17. században állítottak fákat, ö, 18. században válik talán egy kicsit erősebbé, és ahogy ö, ö, Egyre több olyan család lesz 19. század során, akik megtehetik azt, hogy a otthonaikba egy gazdagon díszített fát állítanak, az ajándékozás is része lesz az ünnepnek. Eleinte a gyerekeknek a jutalmazásaként jelenik meg, ö, apróbb édességekkel, kisebb ajándékokkal. És ahogy a családok ö, megengedhetik maguknak, ö, a rokonok is ajándékot fognak kapni, kicsit össze fog kötődni a használati tárgyakkal, a gyerekek valamilyen olyan ajándékot kapnak, amit később használhatnak. A felnőttek is ajándékozás részesei lesznek egymás által, és itt, ami, ami talán kérdés lehet, hogy ugye különböző régiókban, különböző területeken más-más hozza az ajándékot. Itt nálunk, ahogy nézzük a filmeket, elég nagyszámban amerikai filmeket láthatunk, ahol ugye az angol száz hagyományok vannak szokásban, és a Mikulás megérkezik karácsonykor. És a gyerekek ilyenkor joggal tehetik fel a szülőnek a kérdést, hogy, hogy, ott miért a Mikulás jelenik meg, és csúszik le a kéményen, és adja az ajándékot a gyerekeknek, míg nálunk ez ugye egy korábbi időpontban, Szent Miklós ünnepén jelenik meg. Itt érdemes talán a gyerekekkel is beszélni ennek a, a vallási hátteréről, Szent Miklós szerepéről, az ő személyéről, az ő ünnepéről. És, és magáról a, a karácsonynak tényleg erről a, a lényegi üzenetéről, amit úgy tudunk megtenni, hogyha ezt a bevezető szakaszt, az adventi időszakot a betlehemezéssel végigjárjuk, és hogyha nem is tudunk egyértelmű választ adni arra, hogy miért jelennek meg így különböző módon az ajándékozók ezeken a területeken, de talán egy kicsi rendszer tudunk vinni az ünnepbe. Ugye ahogy az eddigi beszélgetésünkből is ugye, kiderült meg, hát tapasztaljuk a karácsonya, hagyományok, a megszokások időszaka ünnepe, azonban ritkán mondhatjuk rá, ami ugyanebben ebben az évben igaz, hogy különleges. Olyan szempontból például, hogy hát nyilván egy az, hogy a jelenlegi járványok, azt a helyzet sokunk számára sajnos megnehezítheti akár a szerettekkel való közvetlen kapcsolatot, találkozást, ám abban is különleges, hogy a betlehemi csillag 800 éve először újra látható lesz az égen, és fényesebb lesz, mint valaha, legalábbis számunkra, ugyanis még nem láthattuk maga valójában. Ugye ez a Jupiternek és a Szaturnusznak az együttállásából ered. Azonban ugye ezt már réges-régen megírták a betelmi csillagot és annak a jelentőségét, és abban kérném a segítséget, hogy ennek a jelentőségét még Bemutatnád-e nekünk is a, a történetét a betlehemi csillagnak? Igen, itt ez is egy talán történelmi vonulatában érthető meg, ha bár meg kell néznünk a vallási hátterét is. Ugye itt nagyon sok keresztény ünnepnél, amikor az időpont kitűzése megtörténik, akkor már valamilyen szinten hagyományban lévő ünnepet keresztel meg az egyház. Itt a római birodalomban való elterjedése magának az egyháznak egy nagyon erős befolyással bírt. Magának a téli időszaknak, ennek a december végi időszaknak már a római korban is egy fontos jelentősége volt a Mitrász kultuszban, a Szaturnáliában, azokban az ünnepekben, amit a téli napi egyenlőségkor, vagy évfordulókor ö, került elő december 17-25-e -e, közötti időszakban, és pont erre a 25. időszakra ö, csúcsosodott ki az ottani római ö, ünnepeknek is a, a központi ö, napja. Nagyon sokszor ezek a római ünnepek is már átvett ünnepek voltak. Amikor az egyház is kitűzi a, akár a karácsonynak az időszakát, akkor egy olyan időpontot választ, amit, amit meg tud kvázi keresztelni. Ami valamilyen szinten szokásban van, amit ismernek az emberek, eh, ahogy mondod, eh, természeti eh, évfordulók is, eh, vagy vagy jelentős pontok lehetnek ezek a dátumok, eh, amelyek már szokásban vannak. Itt is a Betlehemi csillagnál eh, elképzelhető, hogy eh, hogy tényleg egy ilyen eh, esemény eh, közre játszott, hogy, hogy valóban volt egy együttállás, valóban volt egy fényesebb csillag, amit, amit eh, Megtöltöttek egy olyan tartalommal, hogy a, a hátterének az ünnep hátterének legyen egy, egy kvázi kézzel fogható fizikális ö, mozzanata is, amit tudunk valamilyen ö, természeti eseményhez kötni. Ezek kérdések, hogy valóban így voltak e hogyan történt pontosan, hogyan alakult ki. Ö, itt mindenképpen ö, Fontos megnéznünk azt, hogy, hogy ezeknek tényleg mi a vallási háttere, hogy ne csak egy külsőséges dolog legyen. A másik kérdés a vírusnak a, a kérdése, ami tényleg megnehezíti a hétköznapokat, a találkozásokat. Itt is talán, hogyha az ünnepnek a kialakulását kísérjük végig, akkor, akkor most ez az időszak talán egy visszamutatás lehet. Visszamutatás olyan értelemben, hogy a karácsony az a régi időszakban, a templomokban, ahogy említettük, vagy beszélgettünk róla a pásztorjáték bemutatásával, a betlehemessel, a születéstörténet bemutatása volt, ahol a közösség megnézte a gyerekeknek az előadásában az ünnepet. Később szép lassan családi ünnepé változott, a betlehemek is megjelentek a családban. Most a vírus,. Kényszerűségéből fakadóan többet is vagyunk a családunkkal. Talán nehéz is, hogy mit kezdjünk azzal az idővel, amit kényszerből otthon kell töltenünk. És talán egy jó lehetőség is arra, hogy hogy, hogy tényleg ezt az időt, ezt a kényszeridőt idézőjelben a családunkkal töltsük. Ugyanakkor felhasználjuk az egyház kínálta lehetőségeket is, hogy, hogy az ünnepet az eredeti voltában is megünnepeljük, és ne csak a ruhanásról, akár az utazásról, az egyik vendégségből másik vendégségbe tartó időszaka legyen az életünknek a karácsony, hanem próbáljuk egy kicsit tartalmasan eltölteni az időszakot. És erre talán jó lehetőség. Szintén a készület idejében a Szent szentmiséken való részvétel, ami, ami szintén egyfajta komfortzónából való kimozdulást tesz lehetővé, a hajnali szentmiséggel. Amikor a, a napunknak a kezdetét kicsit korábbra helyezzük, a hajnali szentmisékre ellátogatunk, ezzel, ezzel tényleg máshoz kezdjük a napunkat talán így az otthon töltött kényszerű időt is, még egyszer hangsúlyozom idézőjelben kényszerű időszakot is, próbáljuk meg úgy eltölteni, hogy, 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 tényleg az egy értékes idő legyen. Használjuk ki ezt jól, ezt a lehetőséget, hogy, hogy ezt az ünnepet a családunk körében is meg tudjuk élni. Reméljük, hogy a kedves nézőink is tartalmasan tudják eltölteni családjaik körében, közelében, vagy éppenséggel, akár online, ugyanis fontos, hogy vigyázzunk egymásra. Kis Norbertnek pedig köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megosztotta velünk ezeket az érdekességeket, információkat a karácsonyról és az azt követő időszakokról. Köszönöm szépen én is a meghívást, és mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Önöknek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog, békés új évet kívánunk. Viszontlátásra!